Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A mögöttünk hagyott másfél órában a 2014-15-ös Adria Liga szezonból láthattak egy kosárlabda mérkőzést, amelyen a Szolnoki Olaj KK csapata a Cibona Zágrebet fogadta és fektette két várra a Tiszaligetben. Hát ilyen korábbi mérkőzésekből táplálkoztunk az elmúlt két hónapban, ugyanis, mint azt nyilván mindenki tudja, a koronavírus járvány miatt minden bajnokságot lezártak, megszüntettek. Azonban most már kezd éledezni a sportvilág. Erről beszélgetünk vendégeimmel. Köszöntöm a stúdióban Fazekas Zoltánt, a Nemzeti Sport újságíróját, az Új Néplap sportrovat vezetőjét Varga Csabát és kollégámat Gutai Istvánt. Szervusztok, jó estét! No hát ugye elmondtam, hogy táplálkoztunk ezekből a régi mérkőzésekből, mert hogy élő eseményeket nem láthattunk sajnos a televízióban, és hát személyesen élőben sem. Hogy telt számatokra ez a két hónap? Azért ez nagyon hosszú időszak volt. Számunkra a Nemzeti Sportnál azért volt nehéz a történet, mert ugye nem volt miről írni, nem voltak mérkőzések, amiket beharangozzunk, amikre visszatekintsünk. És hát időnként nagyon nehéz volt témát találni arról, hogy mit tegyünk az újságba, de azt gondolom, hogy többé-kevésbé megoldottuk, hiszen azért mégiscsak voltak hírek, bejelentések, átigazolások, edzők maradtak, mentek, játékosok szerződtek másik klubba, úgyhogy na és természetesen a világ sportjára fókuszáltunk inkább, hiszen az NBA-vel kapcsolatban, vagy akár az európai bajnoksággal kapcsolatban minden nap jött egy olyan hír, vagy történet, amit meg lehetett zenésíteni, de nehéz volt. Csodálatok, meg gondolom még nehezebb lehetett, mert azért ti ennyire a Néplapban nem tekintetek ki, nincsen NBA, nincsen feltétlen európai sportélet. Hát igen, nehéz volt. Nem csak a sportolóknak, a szurkolóknak, nekünk is nagyon nehéz volt témát találni. A sok karantén között mi is megpróbáltunk, mint Zolék a Nemzeti Sportnál, ilyen, mi egy cég is vagyunk tulajdonképpen, visszatekintőket csinálni, emlékeztetőket. Hát mi is ebből éltünk, mit csináltok a karanténban, atlétákat megkerestünk, kosárlabdázókat megkerestünk, vízilabdázókat, tehát mindenki igyekezett elmondani, hogy mi történt vele itt ebbe az elmúlt 2-3 hónapban. Hát erről szólt az egész. Nekünk is nagyon nehéz volt témát találni, mert mi is abból építkezünk, mint Zoliék, hogy van egy sportesemény, ott elmegyünk, akkor írunk egy visszatekintőt, majd a legközelebbiről már írunk egy bearangozót. Most ez így telt sajnos. Most ezek kellett együtt élni. És hát nálunk a tévében is a hétvégéink sajnos felszabadultak. Igen, és én nem is feltétlenül csak a munka oldaláról közelíteném ezt meg, hanem nekem szörnyű volt. Tehát, hogy szombat délután nincs angol foci tévében, nincs olasz, spanyol, és ugye ez ilyen, mint a villámcsapás úgy jött, hogy amit egyik szombaton még volt, a következő szombaton meg már ott álltál, megfülöntve vagy kétségbeesve, hogy egyszerűen nem tudtam a szombat délutánjaimat a mondjuk így szenvedélyemmel megtölteni. Igen, és hát ugye, amit Pista is mondott a munkakörön kívül, azért magánemberként is nyilván mindannyian rajongunk a sportért. Tehát ezt azért nagyon-nagyon nehéz volt túlvészelni. Ti hogy éltétek ezt tehát magánemberként, hogy nincsen sport? Hát igyekeztünk magunkat elfoglalni. Hát tényleg nehéz volt. Nekem még olyan is hiányzik, mint lehet, hogy sokan nem szeretik, de én például szeretem a magyar focit is. Tehát Fradi meccseket... Ketten vagyunk. Szeretem a magyar focit, én azt is megnézem, vagy egy spanyol bajnokit. De hát most tényleg nehéz volt. Ugye mi is rengeteget kellett telefonálni, rengeteget kellett dolgozni azon, hogy megszülessen egy cikk. Tehát mindenkinek nehezebb volt. Hát én magánemberként csak azt tudom mondani, hogy 2,5 éves kislányunk van, és hát amikor... Ja, hát úgy könnyű, hogyha úgy... Amikor hárman voltunk rá, és nem anyósoméknál dekkoltunk éppen, akkor igen, nagyon nehéz volt beosztani a napot. Tehát nekem ebből a szempontból nem maradt időm arra, hogy... Nyilván én is néztem az angol bajnokságot korábban, én snookert is írok, és rajongója vagyok, és játszom is. Tehát az sem volt már ugye, azt is csak ilyen ismétléseket tudtam nézni. Ez jelentette a kikapcsolódást, de maga a sportesemények hiánya, az élő sportesemények hiánya, az tényleg rányomta a bélyegét a magánéletre, mert nem tudtam én se egy kicsit kiszakadni abból, hogy gyerek, séta, most dolgozok, akkor most az asszony dolgozik, mert mind a ketten home office-ba 5 napot lenyomtunk. Tehát nekem azt hiszem, egy picit így nagyon nehéz volt a korábbi életemhez képest, de hál' Istennek aztán most már jött az enyhítés, úgyhogy kinyitott a bölcsöde is, és akkor kicsit felélegezhettünk. És hát ugye... például neked volt elvonási tüneted? Volt elvonási tünetem természetesen, de hát akkor Csaba az visszakanyarodva az MLS adatbank és videótár az
nagyon szépen visszakövethető minden MB2-es meccs, MB1-es meccs, úgyhogy azért lehetett nézegetni, de azon túl, hogy ugye nem néztél sportot a tévében, gyakorlatilag azt is megtiltottál, hogy te magad sportoljál, tehát nem tudtál elmenni baráti társasággal kosarazni, focizni, fallabdázni, egyáltalán nem tudtál csinálni semmit. És azért ez a mozgás szegényes életmód is, azért ez is hiányzott. Ti ezzel hogy voltatok? Igen, maradt a séta, meg a biciklizés. Igen, jó igen, esetben az meg ugye olyan, de azok meg ilyen magányos tevékenységek. Nekem azok azért nem tetszik. Én Budapesten öreg fiúk nagypályás bajnokságban futballozom, és természetesen ugye azt is lefújták. Hát nekem az nagyon-nagyon hiányzott, mert ugye hetente, két hetente feljutok egyszer, és akkor az egész nap arról szól, hogy fölmegyek, azzal egy külön másik társasággal ugye beszélgetünk egy kicsit, focizunk egy jót, és akkor utána még beszélgetünk, és akkor az úgy egy teljesen más közeg. Ez nekem nagyon-nagyon hiányzott. Én is futottam, gyereket cipeltem, ugye hát az mindennapos dolog, meg bicikliztem, ha anyósom, amiknál voltunk, úgyhogy nekem inkább a közösségi része hiányzott. Mert az én generációm már, noha én sem vagyok annyira öreg, de mi már nem, tehát már nekünk az nem működik, mint a mostani fiataloknak, hogy 5-6-8-an egy videóhívásba becsatlakoznak, és akkor mondjuk együtt tornáznak, vagy beszélgetnek. Valahogy mi már ehhez öregek vagyunk, és azért ez a része hiányzott nekem leginkább. Tehát én csak futballozni járok el, úgyhogy azt nem tudom, de az ugye látszott, hogy itt a tereken sem kosárlabdáznak. Semmi nem történt sajnos, így van, nem lehetett. Úgyhogy nincsenek kispályás, kosarak, focik, egyebek, úgyhogy szerintem ez mindenkinek rossz volt. Csaba, te is biciklivel jársz, azt tudom, az azért megmaradt a mozgásból, de te is jártál egy kis... futógépünk. Aha. Nekem olyan szempontból könnyebb volt, hogy a kollégám a fiam. Így a Balázs, és akkor mi ott könnyebben el tudtuk a melót osztani, de én tagja vagyok egy szívegyesületnek. És van egy tüneményes gyógytornászunk, a Vég Zsófi, és ő csinált végig ilyen online tornákat, egy ilyen 50 perces online tornákat, és szenzációs volt, egyébként is ő tartja ott a tornákat. Írtam is vele annak idején, elég sokan szóltak hozzá ahhoz az anyaghoz, amit Zsófival írtam a Néplapban, hogy ilyenkor mit kellene csinálni mindenkinek, mit kellene tenni az egészsége érdekében, hát mindenki igyekezett, és a 7. emeletre felfutok pihenő nélkül. Na, az nem semmi. Bravo. Most azonban, hát mondtuk, hogy nem lehetett sportolni, nem jártunk sporteseményre, most már sportolhatunk, sőt, mint megtudtuk, sporteseményre is járatunk, bár azért egy kis szabályozást be kell tartani. Ugye folytatódott a magyar bajnokság, több országban elkezdődnek, labdarúgásról van szó, több országban elkezdődnek a bajnokságnak, vagy újra folytatódnak. Hát most Magyarországon jelenleg annyi van, hogy hagyják ki három széket, de legalább mehetsz a meccsekre. Mit szóltok ez? Hát ez szerintem nagy dolog. Az más kérdés, hogy ez például egy kapu mögötti szektorban, például egy olyan csapatoknál, mint Ferencváros vagy Honvéd, ahol komoly szurkolótáborok vannak, most bocsánat, ha valakit kihagytam, ahol komoly szurkoló, ott hogy tudják ezt majd megoldani? Mert elhiszem, hogy a meccs kezdésének időpontjában lehetséges az, hogy kimarad három szék, de mikor már mérkőzés folyik, akkor biztos nem így. Persze, azt azért megnézzük, hogy a B közép egy én fontos gólnál a 89. percben majd így maradj ott létsz, és akkor úgy örüljünk, igen, tehát ez igen. Nyilván nem fog működni azért. Igen, nekem az is furcsa, hogy például megvan tiltva, hogy a csapatok kivonuljanak. Mert hogy közel vannak egymáshoz, meg szemben miután a pályán egymás, nyilván közel is van, lesznek most, egyébként egymáshoz. Na most nézzünk egy egyszerű dolgot, van egy szöglet, és ott a 16-oson belül, ha kell, 20 ember is ott van. Igen, a szoros emberfogás nem másfél méterre találták ki egymástól. Igen, igen. Mert ugye beszéltünk arról itt, hogy kinek mennyire hiányzott. Én nem vagyok a német futballnak a nagy barátja, de én már annyira boldog voltam, amikor volt a Dortmund-Schalke meccs, hogy végre már minőségi top focit lehet nézni. Annak nagyon örültem, de hát ugye egy Dortmund-Schalke úrvidéki rangadó az egy esemény Németországban, és végre volt jó foci, de annyira lehangoló volt, hogy üres volt a lelátó. És hogyha már kis hazánkra azt levetítjük, pont ugyanapokban volt a derbi, az Újpest-Ferencváros, hát ugyanez. Is, igen. Ugyanez. Bár én valamelyik nap láttam egy Fradi meccset, a hazai meccsüket, nem is tudom kivel játszott. Debrecennel. És hallottam a szurkolókat, tehát hogy gondolom... Amit hangfalról játszanak be. Hangfalról így játszanak. Van a szurkolást. Ezt nem tudtam, szurkolást, én azt gondoltam, hangfalról. Hogy ott összegyűltek. Viszont el tudják kerülni a több milliós büntetés, mert káromkodás nem lesz a szurkoló táborokból, az biztos. Igen. Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó kezdeményezés, viszont valószínűleg menet közben ki fog derülni, hogy
nem biztos, hogy be lehet tartani, vagy újabb szabályokat, vagy határozatokat kell hozni ezzel kapcsolatban, hiszen, amit a Csaba is mondott, egy Fradi B-középnek, hogyha még ha tényleg fel is állnak másféltől, egymástól három széknyire, akkor ott menet közben mi fog történni, és akkor oda hány ember kell, és hogyan tudják egyáltalán ezt betartatni a szurkolókkal. Úgyhogy ez, szerintem ez, erről lehet majd még egyszer beszélgetni egy pár meccs múlva. De mit gondoltok, mennyire fog, bár nyilván akkor korlátozott lesz a nézőszám, de mennyire fog megnövekedni a nézőszám úgy, hogy most két hónap után akárki, akármit mond a magyar labdarúgásra is, azért mindenkinek hiányzott egy picikét. És ki menne megnézni egy meccset? Lesz ez jótékony hatással, ez a két hónap szünet a nézőszámra? Lehet, hogy a tévés közvetítések nézőszámára, nem? Uh-huh. Mert én úgy érzem, hogy mivel vannak ezek a háromszéknyi korlátozások, meg még az is lehet, hogy az emberekben még van valamiféle félelem a nagy tömegben való jelenléttől, hogy inkább otthon nézi. Szerintem is biztos van olyan réteg, aki fél ettől, hogy még meg így elég sokat beszélnek a második körről a koronavírusban, hogy lehet olyan, de szerintem azért lesznek nézők. Különösen szerintem a fiatalabb korosztályra biztos ki lesz a meccseken. Én azt gondolom, hogy mondjuk veszünk alap egy 20 ezer stadiont, akkor ugye már is csak a negyede. Elharmadoljuk, igen. Tehát egy 6-7 ezer ember mehet be. Ami azért tegyük hozzá az NBA-ben, ha 6-7 ezer nézők nem mindenhol, akkor azt azért... Igen. Én szerintem azzal egyetértek a Pistával, hogy kiéhezett a nép erre, de nem biztos, hogy tartósan fennmarad ez a dolog. Lehet, hogy lesznek olyan meccsek, amikor tényleg ott lesz 6-7 ezer ember, de hogy ettől lesz-e jobb a futball, az biztos, hogy hangulatilag nézni akár tévében, akár a helyszínen sokkal jobb lesz. Nem tudom, hogy ezt külföldön például követik-e, vagy lehet-e hasonló, mert én úgy hallottam, hogy a Premier League-ben sem lesz egyáltalán néző a hátralévő mérkőzésre. Így van, ott zárt kaput rendeltek el jelenleg, de hát ugye Magyarországon is azt rendelték el, végül jött az kisebb oldás, aztán lehet, hogy majd a teljes, meglátjuk. Viszont ha már Pista mondta itt a Ruhrvidéki rangadót is, nézte a nem német futballbarát, de nézte a futballt, mennyire látszott kint, ugyanezért ne hasonlítsuk össze a külföldi játékosokat a magyar játékosokkal. Mennyire látszott rajtuk a két hónap kihagyástól, ezt hogy láttad? Változott valamit a játékkép? Lassabbak voltak? Hamarabb nekem fáradtak? Nekem nem tűnt ez föl. Uh-huh. Lehet, hogy kettővel, hárommal több volt a rossz labdaátvétel, vagy a hosszabb átadás, meg az is lehet, hogy éppen a sok kihagyás miatt azért kevesebb rizikót vállaltak, akár az edzők a csapataikkal, illetve maguk a játékosok sem biztos, hogy oda mertek lépni, oda mertek csúszni, mertek egy erőteljesebbet sprintelni, mert hát nyilván azért hosszú kihagyás, bőven benne van a sérülés veszély. És hát talán erre is van az öt csere lehetősége, ugye? Tehát ez azért jó gondolat egyébként, hogy bevezették ezt. Hát nyilván a sérülés veszély benne van, mint ahogy a Fradinál, mit tudom én, nem tudott egyik bajnokin se játszani egy Varga Roland, hogy elkezdte az edzéseket és rögtön meghúzódott. De hát én azt mondom, hogy a nézők nagyon kellenek. Tévén nehéz azért azt megnézni, hogy mennyire gyors, meg mennyire lassú. Tehát ugyanúgy nem tudjuk összehasonlítani, mint van egy spanyol bajnok itt, nem tudsz összehasonlítani a tévében egy magyarral. Technikai lehet, hogy látod, hogy képzettebb a játékos, de a gyorsaságot azt nem látod a televízión keresztül. De nyilván nem ugyanolyan, mintha meccsbe lennél. Meg hogy kevesebb a szabálytalanság, az biztos. Uh-huh. Tehát pont a Nemzeti Sport online-on olvastam ma, hogy a Weber Gyuri, egykori újpesti sztár nyilatkozott, hogy hát nem volt faut. Addig látott fautot a mérkőzésen. Lehet, nem ismernek ütközni a játékosok, mert ugye tartják a másfél métert. Igen. Hát igen, meg a hangulat is más. Tehát nem örülünk a szurkolótábor egy derbin. Nem hajszolják bele a futballistákat. Így van, nem hajszolják bele a játékos, hogy puf. Bár éppen az ellenkező történt tegnap, mert így az egyik játékos, azt kijöttek az Újpestből, a Burekovicsot, végül is két sárgával, de egyébként tényleg marha kevés volt. Én is belenéztem az egyik Bundesliga meccsben, amúgy nem nézem a Bundesligát, meg nincs is rá időm. Én szerintem egy picit a meccs hiány érződött a csapatokon, és valahogy a játékosok óvatosabbak voltak. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg azok a kőkemény, mindent elsöprő becsúszások, szerelések, ütközések, azok mintha elmaradtak volna, és ez részben azért is van, mert szerintem rengeteg játékos tart attól, hogy megfertőződhet, noha őket ugye tesztelik.
de mégis valahogy más a testi kontaktus, és az, hogy éles meccs nélkül ugye eltelt ez a két hónap, az olyan, mintha újra kezdődött volna a bajnokság. És valahogy ez általánosságban igaz szerintem, és igaz lesz majd a sportra, a csapatsportokra, ha újraindulnak, hogy úgy tartanak a játékosok attól, hogy úgy tényleg úgy, mint előtte. Meg mintha egy kicsit tényleg az emberiség most talán elgondolkodna azon, hogy merre haladtunk, és most mi történik velünk. Lehet, hogy nem lesznek már olyan gyilkos becsúszások, gyilkos szerelések, mint előtte, de szerintem ez csak átmeneti, sajnos. Uh-huh. Tehát nem fogja ez gyökeresen megváltoztatni a sportot. Mert azt mondják a szakértők, hogy az életünket igen, a különböző akár nyaralási szokásainkat, akár étterembejárási szokásainkat, bárminket igen, hosszú távon megfogja, de akkor szerintetek a sportot ezt nem fogja megváltoztatni? Mutasd már nekem egy olyan jobb hátvédet, aki kibírja, hogy nagyon-nagyon sokáig nem lép oda az emberének, mikor oda kell lépnie. Itt vagyok. Igen, igen, te olyan vagy. Hát nem, hát meg egy támadóban is benne van az, hogy egy idő után nem fog arra gondolni, hogy sokat kihagytam és meghúzódom, hanem rá fog sprintelni arra a labdára. A kapus is bátrabban fog kijönni két hét múlva, három hét múlva. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem visszaáll majd a virágrendje. Hát biztos így lesz egyébként, tehát nyilván mindenki óvatos lesz egy darabig. Most ugye júliusban fejeződik be az NB1, utána kezdődik a felkészülés, augusztusban elvileg elkezdődnek az alsóbb osztályban is, és hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy a mi sportágainkban, így a kosárlabdában, vízilabdában, ugye elvileg a vízilabda az kezdődik július végén a Magyar Kupával, hát nem tudjuk, én nem hiszem, hogy ott majd a Beck majd elengedni a centert. Kevés időnk maradt, viszont egy picit, ha már focival kezdtük meg, inkább focival foglalkoztunk, egy picit kanyarodjunk haza is, és az NB2-höz. Ugye az NB2-t úgy fújták le, hogy feljutó van az NB2-ből, kieső is van az NB2-ből. Mennyire tartjátok ezt 10 fordulóval a végelőtt igazságos döntésnek? Hát nem tudom, tehát minden döntésnek vannak nyertesei, meg minden döntésnek vannak vesztesei. Hát nyilván egy Tisza kincske nem örül. Már hogy kiesett. Meg egy Vasas se gondolom. Meg egy Vasas se örül, hogy nem jutott fel. Egy Budafok nem biztos, hogy feljutott volna, de így feljutott. De mondjuk aki látta a Szolnokon azt a Budafokot játszani, az nagyon elcsodálkozott, hogy ez a Budafok NB1-es lesz. Aki 9 emberrel végvédekezte a meccset, a 9 ember ellen, mert így a Szolnokból 2 kiállítás is volt, de szerintem a Szolnok az reális, hogy jó, nekünk jó, bentmaradás megvan, persze, de hát nem lennék sem Vasas szurkoló, sem Tiszakécske szurkoló, meg vezető sem valószínű egy ilyen döntés után. Minden döntésnek van a nyertesei és vesztesei, ahogy Csabi is mondta. Szerintem nincs jó döntés. Tehát most van, ahol ugye például a futballban a Paris Saint-Germain bajnoknak nyilvánították. Tehát ez a bajnoki arany, ez mindig is megkülönböztetett. Egy kap egy csillagot, hogy ez a be nem fejezett szezon. Ugyanez most azt mondom a spanyol bajnokságban, a kosárlabdában, a hangárdáméknál, ugye nincs kieső, viszont a két akkori a alsóbb osztályból az feljut. Tehát, hogy nincs igazság valójában, el kell fogadni, hogy ez most egy ilyen szezon, és meg kell barátkozni vele akár vezetőnek. Nyilván vannak, akik szerencsétlenül jártak, meg vannak, akik jól jártak ezzel. Ehhez hadd akaszkodjak rá, amit mondta a Paris Saint-Germainről, hogy a spanyol vízilabda bajnokság is ugye úgy ért véget, hogy aki éppen elő van, és a Barcelonetta lett a bajnok, és az általam nagyon-nagyon csípett Felipe Perrone nyilatkozta azt, hogy jó, ő most első lett, de ő nem bajnok. Uh-huh. Tehát ő nem tekinti magát bajnoknak, mert hogy ezt a csonka ez gyakorlatilag ilyen részeredmény. Éppen ahol álltak ott lefújták. Az időnk az sajnos lejárt, én bízom benne, hogy össze tudunk ülni még a következő alkalommal is, és akkor egy picit olimpiázunk is, mert azért annak is vannak nagyon sok tényezői, ez a mai műsor már nem fér bele, de akkor szerintem azt most meg is beszéljük, hogy akkor szeretettel várunk titeket újra egy következő körre, időpontot megbeszéljük, és akkor egy kicsit olimpiázunk is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és köszönjük beszélgettünk. Szépen. Köszönjük szépen a meghívást. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra.